Jó estét, sziasztok! Uborka szezon van Covid-dal kapcsolatban, mindenki pillog körbe, hogy jön megint egy hullám. Addig is, amíg megérkezik, úgy gondoltam, hogy csináljunk valami mást. Ebben a mai videóban elkezdek egy új sorozatot, melyben bemutatom azokat az úgymond szereplőket, melyek a Covid járványjal kapcsolatban előkerültek. Egyfajta orvostudományi képzésnek is lehet ezt nevezni, nem szakmai hátterű nézők számára. Annyi mindent hallottunk az utóbbi időben annak kapcsán, hogy milyen elváltozásokat okoz ez a vírus a szervezetben, és számos dolog elhangzott, amelyről az átlag embernek valószínűleg nincs sok ismerete. Ezért úgy gondoltam, hogy ezeknek a dolgoknak az ismertetése sokak számára hasznos lesz. A mai videóban az endotéliummal foglalkozunk, mivel már egy éve ismert, hogy ez a betegség nem egyszerűen egy léguti betegség, mint az influenza, hanem az endotéliumot betegíti meg. Az, hogy a légutakban okoz panaszt és súlyos betegséget akkor, ha a tüdőbe is eljut a vírus, ez csupán annak a következménye, hogy cseppfertőzéssel terjed, azaz először a bejutás helyén okoz elváltozásokat. Ezen az ábrán, a bal oldalon egy normál artéria, azaz verőér meccetét látjuk. A verőerek struktúrája alapvetően sima izomból és az úgynevezett endotéliumból áll, ahol is az ér belső üregét veszi körül egy sejtnyi réteg, ez az a bizonyos endotélium. A másik rész az ábrának jobb oldalon már kóros állapotot mutat, tulajdonképpen egy kialakult érelmeszesedéses plakkot látunk, amelyben sérült az endotélium, Továbbá az endotélium alatti rétegbe zsírok kerültek, sejtörmelék és kalcium, amennyiben ez egy régebben fennálló folyamat. Nem akarom ezt most túlságosan részletezni, miután az érelmeszesedésről érdemes lesz egy külön videót készíteni. Elég az hozzá, hogy itt van egy elváltozás, azaz van egy kialakult zsíros massa az endotélium és a sima izom sejtek között. Továbbá azt is lehet látni, hogy bizonyos immunsejtek, makrofágok valami fajta felszaporodását is észrevehetjük. Ez a jelenség utal a folyamat gyulladásos összefüggéseire is. A lényeg azonban, amit ez az ábra most mond nekünk, az a bal oldalon van, tehát van egy sima rétegünk az érfalban, és van egy endotélium réteg, a vénás rendszer erei ettől kisé különbözően néznek ki. Endotélium ott is van, de az izom sejtek jelenléte nem ennyire kifejezett. Feltehetőleg nem közismert, hogy az érelmesesedés folyamata gyermekkorban kezdődik. Igen, gyermekkorban, majd csendesen halad előre egy hosszú klinikai tünetek nélküli szakaszban, mely évtizedekig tart, és végül klinikailag is megnyilvánul általában a középkorú emberekben. Az elmúlt 30 évben világossá vált, hogy egyes betegségek elindulása előrehaladása és ezek későbbi aktiválódása az érbiológia változásaitól függ. Az endotéliumról, azaz az ereket belülről bélelő hártyáról csak az utóbbi évtizedekben derült ki, hogy az érrendszer legfontosabb szabályozója, mivel nem csak egy gát funkcióval rendelkezik, hanem aktívan részt vesz az érfal állapotát módosító hatásokban. Az endoteliális funkció megváltozása megelőzi az érelmeszesedés még mikroszkopikus változásainak kialakulását is, és hozzájárul az elváltozások és később a klinikai szövődmények kialakulásához. Emiatt az endotél vagy endotélium, bár ez a laikus közönség számára egyáltalán nem ismert, az egyik legfontosabb szervű. Az endotélium a test összes ereinek és nyirokereinek erejének belső bélését képezi, és ez valójában egy térben elosztott, szétosztott szerv. Az átlagos páciensnél az endotélium súlya megközelítőleg 1 kg, és a teljes felülete 4000-től 7000 négyzetméterig terjed, sőt egyes szerzők szerint ennél jóval nagyobb felület. Összehasonlításképpen a vörösvértestek, Melyek oxigént és széndiokszidot szállítanak, 3500 négyzetméter összfelülettel rendelkeznek. A tüdőhólyagok, melyeken a teljes gázcsere lebonyolódik, mindössze 100 négyzetméter felület. Az endotéliumot klinikailag releváns szervként gyakran alulbecsülik, talán azért, mert nem egy jó, körülhatárolható szerv, mint hogy egy máj vagy egy vese. Pedig, ha belegondolunk, erek mindenhol vannak a szervezetben, és ahol ér van, ott van endotélium is. Az endotélium részt vesz a legtöbb, ha nem az összes betegség kialakulásában. Akár a kórélettani folyamatok elsődleges meghatározójaként, akár a járulékos károsodás révén szerepel a kórképekben. Ezen kívül az endotélium figyelemre méltó, mégis nagyrészt kiaknázatlan, Diagnosztikai és terápiás lehetőségekkel rendelkezik. Már az ókori görögök, köztük Hippokratész és Galenus a szív- és érrendszer korai leírásában a vénákat és az artériákat különálló rendszerként ábrázolta. Mikroszkóp nélkül csak a szemmel látható alakjukat figyelték meg hogy a mélyen elhelyezkedő, vastag, lüktető, vörösvér tartalmazó artériákat, és ugye felszíni, kitágult, vékony falú, nem lüktető vénákat, amelyek sötétebb, majdnem kék vért hordoztak. Nem látták viszont, hogy a vér kering. Ez a téves szív- és érrendszeri nézet egészen addig tartott, amíg William Harvey az 1600-as évek elején felfedezte a vérkeringést. No, az endotélium csupán egy sejtrétegből álló hártya, az egészséges endotélium képes reagálni fizikai és kémiai jelekre, melyek a következő fontos folyamatokban vesznek részt. Érrendszeri tónus fenntartása, tehát az érrendszer ruganyosságának a fenntartása. Vérremezkék összecsapódása. Trombózis képződés. Az érfali sima izom sejtek kóros növekedése, és az érfa gyulladásainak szabályozása ezekben mind részt vesz. Ezt különféle enzimek, molekulák termelésével éri el. Az endotélium fontosságát először az érrendszeri tónusra gyakorolt hatása miatt ismerték fel. Az endotéliumban több erekreható molekula termelődik és szabadul fel helyileg, amelyek ellazítják vagy összehúzzák az eret valamint a keringő mediátorok is, például bradykinin és trombin is keletkezik az endotélben. Az utóbbi a véralvadás folyamatában szerepel, ezért közvetlen szerepet játszik a szöveti oxigénellátás és az anyagcsere egyensúlyában, az ér tónusának átmérőjének szabályozásával és részt vesz az érrendszer szerkezeti változásainak folyamataiban is. Szinte nincs olyan keringéssel kapcsolatos folyamat, melyben az endotélium ne venne részt aktívan. Mivel számos mediátort és hormonszerű anyagot termel, tekintetünk rá úgy is, mint egy belső elválasztású mirigyre. Az első endotéliumból származó érrelaxációs él elernyesztő faktor, amelyet kimutattak, a nitrogénoxid. Ez a gáz diffundál az erek sima izom sejtjeibe, és ott értáguláshoz vezet. Az érrendszer normál élettanában a nitrogénoxid kult szerepet játszik az érfal nyugalmi állapotban tartásában, a gyulladásos folyamatok, a sejtburjánzás és a trombózis kordában tartásában. Az endotélium szabályozza az értágulást és az érszűkületet nemcsak az értágító anyagok felszabadításával, hanem az úgynevezett endotelin nevű hormon és bizonyos érszűkítő anyagok képzésével, valamint az angiotenzin 1 átalakulása angiotenzin 2 szintén az endotélium felületén történik meg. Ugye ezekről a COVID-dal kapcsolatban már hallhattunk, ebben a rendszerben szerepel az Észkettő receptor is, ugye, ezzel tele van az endotélium, és ahogy tudjuk, ide kötődik a tüskefehérjén keresztül a vírus. Ezek az anyagok túlnyomó részt helyileg hatnak, de szisztémás, a teljes szervezetre kiható változásokat is kifejtetnek, és szerepet játszhatnak az artériák szerkezetének és kóros átalakulásának folyamatában. Tehát értágítás, érszűkítés, simaizmok búrjázásának szabályozása, vérnyomás szabályozás, véralvadás szabályozás, ezekben mind aktívan benne van az endotélium. Ha belegondolunk, az értágítás és érszűkítés következménye a vérnyomás értékeinek változása is, tehát az endotélium a vérnyomás szabályozásának is egyik legfontosabb tényezője. Most eljutottunk idáig, és én úgy gondolom, hogy kezd kialakulni a kép, hogy milyen sok mindenre képes és kulcs cool szerepet játszó szerv az endotélium. Mivel a COVID ezt betegíti meg, világossá kezd válni, hogy miért okozhat a COVID szinte az egész szervezetben komoly problémákat. Erek mindenhova mennek, ezért endotélium mindenütt van. És ahol az endotélium ott van, ott van az ész 2 receptor is, ahol a vírus kapcsolódni tud. Az is tiszta sor ezek után, hogy miért van az, hogy a fiatalokban a betegség lefolyása jóval enyhébb, mint az időseknél. Ugyanis, ahogy az elején már a bevezetőben elmondtam, az endotélium érelmesesedés károsodása már gyerekkortól kezdve elindul, és ugye középkorú felnőttekben kezdenek megjelenni az ezzel kapcsolatos problémák. Ez teljesen egybevág azzal, hogy a fiataloknak kevésbé vannak súlyos tüneteik, a, kevésbé súlyos a lefolyás is COVID-ban, még az időseknél komolyabb betegség várható. Ha még azt is hozzáteszem, hogy a cukorbetegség, az elhízás, valamint a kialakult érelmesesedés mind súlyosbító tényezők a COVID-ban, akkor most már érthető, hogy ez miért történik. A szívben, az artériákban, a hajszálerekben és a vénákban normál körülmények között az áramló vér egészséges endotél sejtekkel találkozik, és folyékony marad. A nyugalmi endoteliális sejtek felülete nem kedvez a sejtes elemek megtapadásához, tehát nem trombogén, tehát nem okoz trombózist. A vérlemezkék és a fehérvérsejtek nem tapadnak rá, úgy kell ezt elképzelni, mint egy jó teflon sütőt. Amire ja, nem ragad rá semmi. És az alvadási rendszer inaktivált marad ezáltal. Ezen szemben a mélyebb réteg makromolekulái, tehát az endotél alja, ugye, ezeket is az endotélsejtek szintetizálják, de ezek erősen trombogének, azaz véralvadást elősegítő effektusuk van. Ezáltal az aktivált, például gyulladástól károsodott endotélsejtek elősegítik a trombózis képződést. Az endotél sejtek tehát szabályozzák a trombózis, a véralvadás egyensúlyi állapotát. Hogy vesz részt az endotélium a véralvadásban? Tudni kell, hogy a véralvadás alapvetően egy egészséges élettani folyamat, hogy sérüléskor helyreálljon a rend és ne vérezzünk el. A vérzés csillapítási folyamatokat elsődlegesnek, elsősorban vérlemezkéket érintőnek és másodlagosnak minősítik, amelyek főleg a fibrin képződéshez vagy véralvadáshoz kapcsolódnak. Ugye, tehát az első az alakos elemek összetapadása, a másik pedig a plazma ö, különböző anyagainak a ö, megkocsonyásodása, hogy így mondjam. Bár a két folyamat erősen kölcsönhatásban is van egymással. Amikor sérülés esetén az endotélium folytonossága megszakad, egy vágás, ugye megsebesülés esetén, az endotél alatti mátrix és a kollagén rostok ki vannak téve a keringő vérlemezkéknek, meg, oda tapadnak ezekhez a struktúrákhoz, és elindítják a vérzés csillapítási folyamatot. Az egészséges endotérsejtek megakadályozzák a vérlemezkék tapadását, összecsapódását, aktiválódását, és ezáltal elősegítik ugye azt is, hogy a trombocita agregáció oldódjon, tehát amikor összecsapódnak ezek a vérlemezkék, oldódjon a dolog. <kül> Az endoteliális sejtek természetes véralvadás gátlóként is működnek. Később, amikor a vérögre már nincs szükség a vérzés csillapításához, a fibrinolitikus rendszer, fibrin, ugye az a bizonyos véralvadási fehérje, feloldja az alvadékat és helyreállítja a szabad ér lumeneket. Az endotélium ebben az esetben is részt vesz. Normál körülmények között az endoteliális sejtek a környezeti igényeknek megfelelően aktiválódnak, vagyis megállítják a vérzést és helyrehozzák a sérült érszövetet. Azonban az endotél diszfunkció, amely kifejezés magában foglalja az endotél sejtek több lehetséges hibáját, a trombózis felé billenti az egyensúlyt és hozzájárulhat a különböző kóros állapotokhoz, például aterotrombózishoz, artériás trombózishoz, stroke, Hasiér hasi érrendszeri trombózisok, perifériás, tehát a távoli artériák, például a láb artériának elzáródási betegségei, vénás trombózis, ereken belüli véralvadás, és ugye a kísér, kis ereknek a trombotikus betegsége is, azaz mikroangiopátiák. 1856-ban Virchow közzétette a trombózis kialakulásához vezető tényezők már a híres triádját. A vér hiperkoagulálhatóságát, azaz megnövekedett alvadási készségét, a pangást és az érfal károsodását. Míg Virchow eredetileg vénás trombózisra hivatkozott, ez a koncepció mára artériás trombózisra is alkalmazható. No, Hát ennyit szerettem volna mondani, remélem, hogy nem volt nagyon kínaiul, próbáltam értetően magyarázni, ha nem volt értető, kérlek mondd el a komment szekcióban. No, hát még annyit mondanék, hogyha tetszett a videó, kérlek nyomj egy lájkot, like amennyiben most vagy itt először, fontold meg, hogy feliratkozol-e, és amennyiben megteheted, támogasd a csatornát a Patreon közösségi támogatói oldalon, mennek a linkje a videó alatti leírásban Megtalálható. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!